Nehéz döntések előtt áll a magyar húságazat. A szakemberek jelentős árváltozással számolnak. Az ukrajnai háború miatt elszabadultak a gabonaárak. Ez pedig azt jelenti, hogy az állattartók a rendkívüli drágulást kénytelenek beépíteni az áraikba, ami pedig egyet jelent azzal, hogy a feldolgozók is kénytelenek lesznek árat emelni. Hogy milyen nehézségek vannak a húspiacon, milyen árváltozásokkal számolnak a szakemberek, többek között erről kérdezem vendégemet, Ifjabb Pap Istvánt, a Hajdú Hús 2000 Kft. Cégvezetőjét. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg hívásunkat. Hát szóval nem vidám a mai beszélgetésünk témája, hiszen bár mondjuk a szomszédos országban van a háború, mégis érezteti oly módon a hatását, hogy már látszik az állattartók nehéz helyzetben van, és így nyilván a feldolgozók önök sincsenek túl egyszerű helyzetben. Mit érzékelnek? Hát így van, sajnos ez a konfliktus itt a szomszédunkban, ez nagyon betett a gabonáraknak, ugye az egyik legnagyobb exportőr itt Európában, sőt a legnagyobb is. Hát ott most valószínűleg semmi vetés, aratás, ez kimarad az idén, vagyis ha igen, akkor nagyon minimális lesz. És ez már érezteti hatását, hogy a hazai gabonárak is elindultak felfele, elég meredeken. Ez egy folyamatos tendencia, de most ez az utóbbi hetekben ez érezhetően tolják az árakat felfele. Az nem segített, hogy megtiltották a kivitelt? Ez egy nagyon jó döntés. Tehát ez azért védi a hazai piacot. Én ez egy jól átgondolt döntés. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy azért ennek majd lesz hozadéka. Most mindenki próbálja azért féken tartani, amennyire tudja, de hát ugyebár itt a véges a költségvetés mind a sertéstartónak, mind a vágóhidaknak, úgyhogy minimalizálják inkább azt mondom a veszteséget a sertés ágazat résztvevői. Azt érzik-e már, hogy a termelők, tehát nyilván az előállítók, az állattenyésztők, állattartók már jelentkeznek, hogy nekik már árváltozással kell számolni? Már ott van, hogy hát bizony, amit megvesznek egyik nap, másik nap megetetnek a jószággal, az már nem annyiba kerül, mint két hónappal ezelőtt. Ez így van, sajnos az elmúlt három éve, nekik nem sajnos, inkább azt mondom, hogy ez fogyasztói oldalról, tehát igen, egy drágulás indult meg, elég drasztikus, ezt levezetni most nagyon nehéz lesz. Mindenképpen megpróbáljuk tartani a lépést, ugyebár nekik, ők a szakadék szélén vannak. Itt nincs hátra, csak előre. Sajnos muszáj, nyomják ránk felénk, vágóidak fele az áremelkedést. Ezt mi megpróbáljuk ugyebár tovább hárítani, de nagyon nehéz, ugyebár mi egy multivonalat képviselünk, értékesítési oldalt, ők is próbálják a vevők fele, nem lesz egyszerű. Az árstopp milyen hatással van az önök működésére? Egyenlőre még úgy történt, hogy pontosan egy olyan periódust választott a kormány, amikor még az ára jó volt, viszont most már lassan elérkezik az a pillanat, amikor ez fordulni fog. Tehát olcsóban fogjuk adni, mint ahogy kellene a sertéscombot, úgyhogy... Az egy új helyzetet fog teremteni. Így van. De ettől függetlenül most még hús utánpótlás van? Van, az lesz is. Ugyebár ez egy lassabb lefolyás, mint a baromfi, ott azért hamarabb reagál a piac erre. Ugyebár más a termelési ideje, így mondom, tenyésztési ideje. A sertés esetében ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag amikor ez jelentkezni fog problémaként, az hónapokkal később? Ez már most jelentkezik, viszont ezt nem lehet csak így piros gombra megállítani, hanem ez ugyebár most fihanak a kocák, jönnek a malacok, híznak a hízók. Tehát ez még azért hosszú hónapok esetleg, mire valaki abba gondolkozik, hogy majd befejezi, abba hagyja, nem éri meg. Nehéz kalkulálni, pláne, hogy ennyire változik a takarmányára, 2-3 hónapra előre nehéz megmondani. Sajnos rossz az időjárás, sajnos drágul a műtrágya. Ezt ugyebár ez csak a földeken fog jelentkezni először, hogy ott fele termés van, kétharmada van, háromnegyede van a tavalyi évnek. Sajnos ezt azért nehéz megmondani. Hát igen, épp ma a reggeli híradásokból kiderült, hogy akkora aszály van ismételten, hogy nem indul el a csírázás tulajdonképpen, ami ilyenkor elvárt állapot lenne egy növénykezdemény esetében, hát a negyedénél nem tart, úgyhogy ez is nehézséget jelent. Szóval sok felől húzza önöket. Hát ez most mindenkit érint, az egész ágazatot, a növénytermesztéstől a végfelhasználói, a fogyasztói, mindenkit, ez drasztikusan.
Hol van az a pont, és mi az az érzékenység, mi az a határérték, amit önök tudnak érvényesíteni? Tehát nyilván van, amikor már nem lehet eladni annyiért, amennyi mondjuk elfogadható a fogyasztó számára. Hát így van, most beszéltünk itt egy folyamatos takarmányáremelésről. A sejtésben ez az elmúlt 3-4 hétben jelentkezett, hogy drasztikusan emelkedik. Ami drasztikus, az 100 forintokkal emelték meg felénk a sertés, a élő sertés árát. Na most ilyen nem volt, én mióta ebbe dolgozok, 15 éve, 10 éve nem találkoztam ilyennel. Most ez egy új helyzet nekünk is. Muszáj felfele vinnünk, mert ugye bár itt a áprilisben ugyanúgy benne vagyunk mi is, tehát minket is összeszorítanak a két oldalról, hogy emeli az élőt, és a másik oldalt a múltik azért próbálnak egy normális árat, ugyebár ők azért akcióznak, előre kiközölnek árakat, és akkor ebbe bele kell férni mindenkinek, ugyebár nem módosíthatna, ami már le van jelentve, vagy ki van közölve a reklámokban. Na, nehéz időszak. Tehát most ilyen nem volt. Meg lehet érteni a sertéstartókat, én teljesen, mi együtt kell, hogy dolgozunk. Tehát ennek a három szegmensnek együtt kell, hogy dolgozunk. Mi nem vagyunk nélkülük, ők sincsenek nélkülünk. Én sem vagyok a piac nélkül, de ők sincsenek meg a kettőnk nélkül, tehát a sertéstartó és a vágói nélkül. Tehát ez egy ilyen szimbiózisba kell lenni, nagyon nehéz most. De nyugtasson meg azért a húsvétra itt készülve, itt a bőti időszakban azért már mindenki nagyjából nézegeti, hogy lassacskán kéne vásárolni. Húsvéti sonka lesz. Az alapanyag így van, az már lassan a füstölőbe következik, ugyebár egy-két héttel előtte már, sőt, két-három héttel előtte már benne tartjuk, a pultba tartjuk, tehát már ki vannak ajánlva, és már lehet kapni, kóstolgatni, ízlelgetni. Aki betartja a böjtöt, annak nem, de azért a nagy a többség az bele csipked már ilyenkor, tehát már azok le vannak gyártva az eleje. És azt lehet mondani, hogy ez még normális ár? Ez még azt mondom aránylag igen. Tehát erre azért mindenki felkészült, hogy lesz, gondoltuk, hogy majd lesz egy ilyen emelés, csak nem gondoltuk, hogy ez ilyen gyorsan, ilyen hamar következik be, hanem szép fokozatosan a nyárig ment volna. Hát most ez van, tehát... És abból mit érzékelnek, hogy gyakorlatilag ez a konfliktus azért megváltoztatta a piaci viszonyokat is a tekintetben, hogy a felvásárlás, tehát a Ukrajnában nyilván oda most húsáru kivitel nincs. Érzékelhető esetleg az, hogy amit meg onnan szállítottak, hogy ott meg piaci űr keletkezett. Jelentkezik-e ilyen változás a piacon? Egy olyan változás történt, ami érdekes. Ezt amúgy végig gondolhatta volna az emberre. Elindult sajnos ez a konfliktus. A nyugat-európai többletkészletet én úgy tudom, legalábbis, hogy azt elvitték, segélyek címén kivitték az országba. Tehát az ott felhalmozott készletek úgymond megszűntek. Ez még bónuszban még ez is hozzátesz ez az emeléshez, hogy megszűnt a nyomás az import hús felől. Tehát már nem készítette azt a nyugatot, hogy felénk, ránk itt a kelet-európai országokra nyomja a sejtéshúsát, mert valamilyen jogcímen nem tudom, tehát ez úgy tudom elvitték segélynek, és megszűnt ez a nyomás. Innentől kezdve elég jó kis piaci versenyek alakulnak ki, tehát itt azért is jobban tudott megugrani az élőnek az ára. Hihetetlen milyen változásokat hozott ez a konfliktus. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, tehát legközelebb beszélgessünk szebbre. Köszönöm.